Kívánok! Pányi Gyűrű az imént egy hatalmasat tüsszentett, ebből már következik, hogy megfázott az éjszaka, úgyhogy ha találkoznak vele, akkor egy picit távolabb beszélgessenek majd vele, mert elkapják a könnyű nyári náthát, hiszen ilyenkor mondjuk egy ilyen éjszaka és egy ilyen nappali váltás igen alkalmas arra, hogy megfázunk és egy kicsit ilyen nyári náthát kapjunk. Hát tényleg nem panaszkodhatunk, itt a nyár megjött, reggel már a városokban 18-20 fokot mértek, nappal 30-35 fokos kánikulát is említenek, estére pedig ugyancsak 25-30 fok lesz, úgyhogy itt a nyár, és ilyenkor az orvos helyett már én most kora reggel mondom önöknek, hogy ne igyanak nagyon sokat, legalábbis szeszes italt ne igyanak nagyon sokat, mert árt, és majd megerősítik ezt később biztosan. És a másik pedig az, hogy felhevült test, ugye ne menjenek a vízbe, a hideg vízbe, mert hát ez ugyancsak veszélyes lehet. Tehát ez két korai reggeli jó tanács. Emlékeznek rá, talán egy héttel, illetve két héttel ezelőtt, de azt mutattuk be önöknek, hogy hogyan kell reggel felkelni.
Hát most már biztos vagyok abban, hogy nagyon sokan ott ülnek a készülékek előtt, és engedjék meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsem Önöket, és örülök annak, hogy velünk tartanak a következő másfél-két órában. Tehát két héttel ezelőtt felkeltünk, tornáztunk, egy kicsit frissek voltunk. Ma reggel én már azt gyakoroltam, hogy hogyan kell helyesen levegőt venni, most tessenek nézni. Szippantok egy jó mélyet, hogy ez milyen légzés volt, azt nem tudom, de nagyon jól esett, tehát kicseréltem ezt a vizes gázt, ami bennem van, és dr. Bodnár Józsefnével, Marikával rögtön erről fogunk beszélgetni. Mielőtt azonban erre sor kerül, hát engedjék meg a vasutasok, hogy őket külön köszöntsem ezen a napon, hiszen ma vasutas nap van, és sok tízezer vasutas áll a szolgálatunkban, dr. Bodnár József, ott dolgozik a MÁV-Pécsi igazgatóságán, mint jogász, úgyhogy önön keresztül üdvözöljük és tiszteljünk a vasutasok erőt. Most pedig arról, hogy hogyan kell levegőzni, levegőt venni. Tehát a reggeli torna után azért jól esik néhány igazán mély szippantás, főként a friss levegőből, persze nem a belvárosi smogos levegőre gondoltam. Tessék, most itt egy tornát látunk, legyen kedves nekünk segíteni, elmagyarázni, mit is csinál most a képernyőm, illetve hát a szabad gyönyörű zöld fülben. Ezt a helyszínt azért helyeztük ki a természetbe, mert a légző gyakorlatok és azok a gyakorlatok, amelyekkel a tüdőnket ki akarjuk szellőztetni, csak a friss levegőben hatásosak. Tehát smogos levegőben, ahogy az előbb említetted, nem jó, és nem is szabad légző gyakorlatot végezni. A légző gyakorlatok végzésénél mindig kilégzéssel kezdjük, tehát kiürítjük a tüdőnket, és azután kezdjük a gyakorlatot. Ezen a képen azt látjuk, hogy a tüdő alsó részébe szívjuk fel a levegőt, tehát a hasunkat nyitjuk meg, és a tüdő alsó csúcsát. A következőnél már magasabbra emeljük, tehát az úgynevezett középlégzést végezzük, és kitárjuk a tüdőnket. Végig csukott szájjal, csak az orron keresztül lélegzünk, és csak a légzésre koncentrálunk, semmi mással nem foglalkozunk. Ez a légzés szünet ideje, ilyenkor üres a tüdő, és nem veszünk levegőt. Azután folytatjuk a teljes légzéssel, egész magasra nyúlunk, a tüdőt kitárjuk, az összes légző izmot megnyújtjuk, a rekesz izmot felhúzzuk, és így szép lassan kiengedjük. Szintén légzésszünet. Az utolsó port levegőt is kipréseljük. Azután a felső légutakat, az orr, garat és a légcső szellőztetését végezzük el. Amint látjuk, az egyik orrlukat általában a jobbat befogjuk, és a bal orrjukon engedjük ki a levegőt. Természetesen többször csináljuk. 3-5, legfeljebb 10-szer egy-egy alkalommal. Mind a két oldalra akadálytalanul utat engedünk a levegőnek. A légzés szünet idejében megint egészen kipréseljük a tüdőt. Ez egy szakaszos légzés, ahol légzés mélyítést végzünk, tehát körülbelül 8 számolásra fokozatosan telítjük fel a tüdőnket. Igen, most a kérdés itt rögtön az, hogy miért ilyen lassan csináltad ezt a gyakorlatot? A légző gyakorlatok azok általában a légzőszervek edzéséhez szükségesek, és a tüdőnek a tágításához. Na most ahhoz, hogy egy rendes ember ne csak lihegjen, pihegjen, hörögjön, ziháljon, mint amit általában csinálunk, ahhoz az kell, hogy a tüdőt megtelítsük levegővel, és ehhez időre is szükség van. Tehát amíg a tüdőt megtelíti egy felnőtt szervezet ezzel a módszerrel, amit itt megpróbáltunk bemutatni, azt jelenti, hogy legalább 8-10-12 másodperc szükséges. Most mikor ajánlatos elvégezni a légző gyakorlatokat? Tulajdonképpen mindig lehet, legjobb és leghatásosabb reggel a reggeli torna idején. Nagyon szeretném újra hangsúlyozni, csak friss levegőben. Tehát aki olyan helyen lakik, hogy csak a smogot tudja magára engedni az ablakból, az inkább ne végezzen légző gyakorlatot, menjen fel a meccsek oldalba, és akkor ott végezze, de lehet délután is, este is, tehát mindig hatásos. Lehetőleg hetente egy-két alkalommal kerítsük sort arra, hogy biztos, hogy jól kiszelőztessük a tüdőnket. Legutóbb, amikor találkoztunk, akkor azt mondta, tűnöttünk, tehát ők ütmentünk ki, pedig olyan, mi legyen a neve ennek a rovatnak, és hát nem találtunk akkor nevet. Igaz, a reform nem tetszett Ács Gyurinak. Most jöttünk ma reggel, aztán azt mondtad, hogy te kitaláltad a rovat nevet, hát akkor legyél kedves most
Hát amennyiben elfogadnátok, én arra gondoltam, hogy mivel ez a rovat végül is a fitség elérésének módszereivel foglalkozik, és a televízióban történik, lehetne esetleg telefit, tehát ha jól gondoljátok. Tehát a telefit rovatunk gondozója. És a Pánis Gyurinak hallották, is megfelelne. Hallották, látták, nekem pedig a fene szól. Nem ismered a Botondot? Te nem ismered a Botondot? Te tényleg nem ismered a Botondot? Ki az a Botond? Nem ki, hanem mi. A Botond betonfalba is könnyen beüthető képakasztó. Minden falon biztos pont. Botond. Hogy megismerkednek hatodik vendégükkel, elmondom, hogy két telefonszámon hívhatják műsorunkat, a 10286-oson és a 32333-ason. Most pedig következik a hatodik vendég. A VTV hatodik vendége. Mert hogy ez a hatodik adás. Ja, nem tudtam, miért lesz egy hatodik. Látom, hogy nagyon csodálkozott. Nagy Bandó András. Hova tettétek az ötöt? Az mind megvolt egy sorjában. Aki tegnap este indította útjára a nyári Orfői Tósó programsorozatot, ugye tegnap volt az első. Tegnap és ma, éjfél után ért véget. Most erről majd később beszélgetünk, ezek szerint későn feküdtél le. Elég későn, túl korán, egy órakor már ágyba került. És jó korán keltél. Kellett volna ilyen légző gyakorlatokat végezni reggelen. Csináltam, ahogy fölébredtem, csak hogy észnél maradjak, vissza ne aludjak. Szóval később a Tósóról, most inkább arról, amiről ezen a héten legalábbis szerintem az egész város, vagy a félváros beszélt, ez a bizonyos hétfői telesport műsor, amiről hát annak, aki nem látta egy mondatban annyit, hogy Ritai Tamás igen szigorú képpel megkritizálta a Sport Pluszban megjelent írásodat a Szeged Vasas mérkőzéssel kapcsolatban. Te hogy érted meg ezen a héten ezt a hétfői adás utáni időszakot? Én azt mondom, hogy ezért is jó Orfű, mert egy picit távolabb voltam attól a gócponttól, ahol ez játszódott Pesttől. Ugyanakkor jobb, hogy itt voltam olyan szempontból is, hogy a különféle reakciókat rögtön begyűjthettem, sőt olyan szövegeket kaptam, amik tulajdonképpen annak ellenére megerősítik az én írásomat Vitrai mondásaival szemben, hogy nem volt igazam. Tudnélik, a kezezés volt. Ezen már nem tudok változtatni, megírtam és vállalom, ezt az új mostani Sport Pluszban meg is írtam, hogy ennek ellenére is én csak a Szegedre haragszom, hogy ez történt. De ami jó, és ez a fontosabb, hogy már most kaptam itt Orfűn, illetve Pécset is több olyan szöveget, hogyha leülnénk beszélgetni régi labdarúgókkal, vagy bármilyen labdajátékban résztvevőkkel, bíróval, játékossal, vagy vezetővel, a saját példatárukból valamennyien föl tudnának hozni legalább 5-10 olyan példát, amelyek bizonyítanák azt, hogy igenis a magyar pályákon bundázás folyik. Most épp a bizonyítással van baj, mert a Vitrai Tamás is valami olyasmit mondott, ha én jól értettem, hogy amiket te írtál, ezek ilyen feltételezések. Használt ezt a szót, hogy insztinuáció, én is onnan tudom tőle, hogy ez mit jelent. Azóta én is megnéztem, tényleg úgy van, ahogy mondta. Ez egy ilyen föltételezett rágalmazás. Igen. Na de a következő írásom is kész van már, amely a jövő heti Sport Pluszban fog megjelenni, és abban már azt is fölteszem kérdésként a Vitrainak, illetve konkrétan a német Lajost is kérdezem, ha most leültetnénk újra a képernyő elé, és úgy hangozna el a kérdés, merne igaz feleletet adni rá, hogy soha életében nem vezetett még bunda meccset, soha nem játszott, míg játszott bunda meccsben, vagy bunda meccsen, stb. Tehát a föltételezés való igaz, itt most elment a rágalmazás, hiszen ott volt a kezedés. Ami borzasztó, hogy Vitrai arra hivatkozott, hogy bezzeg az angol bajnokságban ott megtörténhetett, hogy az utolsó percben lőttek egy gólt, és a nézők nem is reagáltak rá. Gól volt, 11-es kellett adni, vagy a bíró lefügg, bármi. Ott minden megtörténhet az utolsó percben is. Itt is megtörténhet, csak hogy itt a légkör más, mint Angliában.
Igen. Angliában egy bajnokság folyik, itt egy Bundesliga, amiről nem tudom mióta beszélünk már, és ami érdekes, hogy nem is ez érdekel, most én meg is írtam, hogy én megkövetem a német Lajost és Mészőt is, de kérdezem, hogyha fél év múlva vagy egy év múlva kiderül, hogy nem ez volt a bunda, hogy a kezezés, és hogy a bíró megadta vagy nem adta, hanem alapvetően bunda volt mind a két meccs úgy egyben. Akkor mi van? Tudni, én úgy érzem, hogy a Vasas utolsó, a bajnokság utolsó néhány meccsén, a Rába, a Videoton, a Tatabányát verték. Ezeknek a legyőzésével olyan fajta föltámadás részese volt, melyre úgy látszik, hogy csak Mészője az érintő képes, aki a keze érintésével föltámasztja a halott csapatokat. Hát lehet, hogy az egész magyar labdarúgás csak ilyen ráolvasással lehet majd meggyógyítani, de én most azt mondom, hogy akit ennek a részlete érdekelnek, az vegye meg a Sport Plus, csinálunk egy kis reklámot ennek a labban, hát olvass el Nagybandó rovatában, viszont még röviden egy kérdést. Bocsáss, hogy az újságot tetszik nekem egy utolsó mondat, mert reggel aztán a poszta. Csak a Szeged alakcím, ez a cikk címe. Ezt is még egyszer írom, hogy mindenki értsen bele, a Telesport után is csak a Szegedre haragszom. Ez így van. Én nem tudok Vitraira haragudni, mert hogyha én... Ez egy fontos mondat, azt igen, hiszem. Ha én a jövő heti számban azt megírom, akkor most is elmondhatom nyugodtan, hogy ha egyszer én úgy érzem magam humoristaként, hogy én vagyok úgymond az igazság bajnoka, mert hiszen az egész életemet arra tettem föl, hogy az igaz dolgokat felszínre hozzam és a hazugságokat lesöpörjem, akkor most szembe kell nézni azzal, hogy német Lajos kezezést megítélő 11-esekor én tévedtem. Tehát ezt most is vállalom, elnézést kértem tőlük, oké. Okay. De egész évben a magyar labdarúgással szemben ugyanúgy érzek, és lefogadom, ha most a nézőket fölbiztatom, hogy azon a telefonszámon nem csak kérdezni lehet nekem, írni is, elmondani is, ez már fantasztikus. Egyébként ennek. Írhatnak nyugodtan, ha csak annyit írnak, hogy Nagybandó András orfű, azt te meg fogod kapni. Akkor is megkapom, de a telefonban mondjanak el olyan történetet, hogy igen, tudom, ez is ez a meccs bunda volt. Mondjuk a telefonszámot rögtön. Már hallgatjuk is. Tehát 10286-on várjuk Nagybandó Andrásnak, ő várja a kérdéseket és válaszol rá. Észrevéteket, véleményeket, természetesen konkrétumokat, hogyha lehet. Azt hiszem, folytathatjuk innen a nevezőkért, most Konyhának, hogy nyugodtan ígyatok egyetek, addig parancsoljatok, nem tudom, reggeliztél, András? Kis fogát. De levegőzni nincs korán, de reggelizni, igen. De hallom már itt szól, hogy akkor erős. Bongo! 10 000 helyen kapható. Sorsolás július 29-én. Jön a bongo! Itt van a stúdióban Borbás József, a Pécsi Ipari Vásár irodavezető helyettese, megbízott helyettese. Tulajdonképpen neked most, ha jól gondolom, akkor az ipari vásáron kéne lenned. Annál is inkább, mert reggel ugye 5 órakor már világosodik, és most oly sűrűek a napok az ipari vásáron, hogy bizony dolgozni kellene, és késő estébe, éjszakába nyúlik, mire befejezitek. Legyél kedves elmondani nagyon röviden, most 8-án hogy áll a vásári előkészület? Tulajdonképpen az építkezés sokkal jobb ütemben haladt, mint terveztük, ez megnyugtató. Mindenki nagyon meleg van, várja a viharnapot, és mindenki próbál, amíg jó idő van, amit tud megcsinálni. Hogy viharnapot vár? Várják az esőt. És ez miért esik az eső? Mert régi gyakorlat, hogy 10 napból egy napot biztos esik, amíg építenek. Úgyhogy a többen pesszimisták azt jelenti, hogy emiatt előre dolgoznak. Dolgozhatnak, de dolgoznak is, csak hiszem úgy ütemeznek maguk az építők is, hogy inkább a végén pár napot pihennek és finanszírozatnak. Érdekes, hogy tegnap ezt rájöttem arra, egész pontosan megmondom neked 3-2 részről a között. Hát egy-két mondjuk vérzennyi emberem, nem találkoztam az intenzív munkával, nem tudom, hogy ez minek tudható, de egyáltalán van-e nektek jogosítványotok arra, mint ipari vásár rendezőnek, hogy mondjuk szorgalmazzátok és kicsit fegyelmezzétek a dolgozókat, hogy már pedig tették beszélni a tárgyére. Most ő természet, hát szerző határidő időnk van, már csak gyakorlatilag ki van kötve, hogy mikor kell, 12-én este állni kell a vásárnak, a sajtonapot megelőzően, és nyilván szankciók következhetnek ebből, tehát ezt mind tudják a kivitelezők. Lehetséges, hogy tényleg esete dolgoznak, feltétlenül, hogy lazítanak is esténként, nincs kizárva, de mondom, a szervezet jobb ütemben halad a dolog, tehát... Miben lesz változás? Hol a területekre gondolsz egyik? A területre... Ugye ott lesznek, vagy máshogy?
Hát előtte valamennyire kisebb, mint két évvel ezelőtt, de a jelentkezés sokkal sok lépőbb, sokkal nagyon sokkal többfajta cég jelentkezik, nagyon sok a vegyes vállalat, sokkal több a külföldi részvétel arány. Tehát kínesebbnek így érkezik, de egy kisebb területen talán valamivel. Érdekes, egyébként a képtekem egyébként az elmúlt évi két évvel ezelőtt kiadt, mint minden két évben van, két évvel ezelőtt ipari vásárképét látjuk. De érdekes az, hogy amiket legalábbis én most hallottam eddig a vásárról, nem kiállítást is bemutató, hanem sokkal inkább közelít a vásárhoz, és valóban lehet majd vásárolni. Igaz ez? Igen, persze nagyon sok pavilon, illetve pavilon sort építünk fel a Fő utcában, a Veresendre úton, ahol elsősorban elárusítás. A cégeknek proponáljuk, hogy árusítsanak. Gyakorlatilag a régi klasszikus vásár, amennyire én ismerem a vásártörténetet, mindig is állatvásár, borvásár, tehát a hagyományos vásárnak egy ipari kivitele. Tehát egy kicsit azt hiszem, hogy kezd a fele szembárna a dolog, hogy árusítsanak. Bandit kérdez azért, mert igen, de rendszeresen Pécsett, tehát itt Pécs környékén töltöd az időre. Nem tudom, hogy jártál-e és ismerd a pécsi ipari vásárt. Megmondom őszintén, hogy én a nagy pécsi vásárokba szoktam kimenni, amikor van kedvem hozzá, az a havi első vasárnap. De számomra minden ipari vásár a családok közös, lövdösödő sétája virslivel. Szóval, mintha enni járnánk ki, és közben látunk valamit, amit soha a büdös életben nem fogunk tudni megvásárolni. Szóval, itt ahogy a Balazsásról beszéltél az épít, és az jutott eszembe, hogy mi lesz volna a déva várán, és mindig azt meg dőlni fog, mert úgy van megírva, itt is az első párjátok, de tulajdonképpen most elkészül, nem készül, inkább az a kérdés, hogy ami oda elkészül, mint eladni való, ahogy mondod, valóban oda kikének, ez van most is kapható. De ez a vásár mi lenne, ha egyszer folyamatos lenne, és az egész országban, ami egy nagy ipari vásár lenne, mindig mindent lehetne kapni. Igen, ehhez egy nagy szervező kellene, nem? Annyi csak, hogy a Szegedi, a Pécsi, a budapesti ipari vásárt összekapcsolnak, és hogy elkezdenének terjedni. Azt mondanak, Magyarországon országos vásár van, mostantól kezdve 2050-ig. Folyamatosan. Igen, mert azért táblát egyes valami. Minden eladó egyébként, tehát ezt tudjuk, hogy vásárban is azért ezzel foglalkoznak, hogy eladnak. Igen. Szóval ez a jövő. Nem tudom, hogy lehet ebből valami szerintem? Jól hangzik. Részemről benne vagyok, és támogatom, de hiszem, hogy ez nem pár év alatt valósul meg. Az biztos, hogy nagyon sok külföldi cég, ezt talán biztatásképpen el tudom mondani, hogy nagyon érdekes árukat, törökök, jugoszlávok, és árulják is. Kézműves a fiatal kezdve, a csempén keresztül, textil, tehát tényleg van egy olyan vásár jellege, hagyományos. Néhány alapinformáció, mint ugye csütörtökön 12-én, 13-án lesz a díjkiosztó, a bűri, ekkor adja oda a díjakat majd. 14-én lesz délelőtt 10 órakor a nyitás, és az első látogató, mikor léphet be az ajtón. Az 14-én délután 2 órakor. Hát értében menjenek el minél többen, a Pécsipari vásár a 10 napig lesz hét, ugye 23-án lesz. 23-án lesz az ár. Önöket nagyon nagy szeretettel várják a rendezők, szervezők és persze a nagyjárt. Yeah.
beszéltünk a fésipari vásárról. Még mindig néhány percig erről lesz szó, a továbbiakban is. Az Agrocare ugyanis belépett a helyszínt adók sorába, ugyanis korábban mind ismertes, csak úgy, mert csak a környékén és térségében volt a vásár. Most ettől az évtől kezdődjen az Agrocare előtti nagy parkoló terület is vásárhelyszín lett. Kíváncsiak voltunk, elmentünk, megnéztük ezt a területet, de másról is beszélgettünk, amikor ott jártunk, mert éppen műszaki ár leszállítás volt, ezt tessenek megnézni, ajánlom figyelmünket. Őszintén néhány hónappal ezelőtt, amikor BMX kerékpárt kerestem és betévettem ide az önök áruházába, és megláttam ezt a 11.400 forintos árat, hát egy picit elszörnyűköltem. Önök nem tartották magasnak akkor az árakat? De mi is magasnak tartottuk, éppen ezért most kedvezménnyel ajánljuk ezt a kerékpárt 11.400 helyett 7.400-ért. Hozzá kell tennem, hogy ez olasz gyártmány és nagy valószínűség szerint ezért ilyen drága. Értékelt árukban, amiket most bevontunk, ez olyan 1.100.000 helyett 650.000 forint az új értéke, tehát 50% csak nem. Egy leárazásnak mindig több motivációja van a cég szempontjából is. Hát elsődlegesen az, hogy megszabadulni egy bizonyos készlettől, aztán a másik és fő cél a propaganda, a reklám. Én úgy érzem, hogy nyáron is aktuálisak lehetnek ezek, hisz sokan járnak kempingezni, mennek kirándulni, és olyan nagy árengedményt kínálunk itt 40-50%-os átlaggal, ami úgy hiszem, hogy meggondolandó sok mindenkinek. Az Agrocare áruház, ez köztudomás, hogy mindig előrukkol valami újjal, valami érdekessége, valami kedvezményes akcióval, hogy a bevőket ide kösse. Hát nem tudom, még továbbra is szükséges ez egy szóval. Arra gondolok, ez egy olyan jól befutott áruház, hogy hát nem biztos, hogy akkora reklám kell neki, vagy mégis. Hát úgy érezzük, hogy kell, főleg a földrajzi adottságaink miatt elég rossz helyen van az áruház, a megközelíthetősége nem túl jó, még sajnos így is elég sokan nem ismerik. Közeleg a pécsi ipari vásár. Önök kiállítók lesznek, itt a Agrocare áruház területén lesz-e kiállítás, és ha igen, akkor kik hozzák el ide bemutatni a termékeiket, vagy csak önök? Igen, lesz. Az áruház előtti parkolónk, ez vásári területé lesz nyilvánítva, úgyhogy az egész vásár alatt az áruházunk is nyitva lesz szombaton is, vasárnap is, és szeretettel várunk mindenkit. És elég sok kiállító lesz, a legkülönbözőbbek, magánszemélyek, illetve vállalatok is, amik általában mezőgazdasággal, illetve az áruház profiljával kapcsolatosak. Tehát önöknél belépőjegy nem lesz, ugye, vagy lesz? Én úgy tudom, hogy a vásár úgy fogja rendezni, hogy mivel ez is vásári területé lesz nyilvánítva, csak a parkoló részbe, le fogják tépni a belépőjegynek az egyik részét, de hát az áruházban nem lesz. Lesz-e valami újdonság, van-e valami titkoltan a tarsolyukban, amit most esetleg nem mond el, hanem az ide érkező vásárlátogató fogja majd örömmel venni? A hétvégi rendkívüli nyitvatartásunk szombaton és vasárnap is a vásár ideje alatt nyitva leszünk, abban az időpontban tervezünk vásárlóinknak valami kis újdonságot, valószínű engedményt tenni. Azt kérdezem, hogy meddig tart ez az akció? Ez az akció, amíg a készlet tart, ha esetleg nem váltak be a számításaink, akkor meghosszabbítjuk az időpontot, de egyébként szeptember végével le szeretnénk zárni legkésőbb. Önnek most itt választania kellene, vásárolna, akkor melyiket tenni a voksát, melyiket venni meg? Ha nekem dönteni kellene, akkor talán ez a két rádiós magnó közül választanék, ezeknek nagyon kedvező az áruk, hiszen 50%-ra vannak leírva, leakasztható hangfalal, és tulajdonképpen mindent tudnak, amit egy ilyen rádiós magnónak kell. Én pedig ezt a BMX biciklit venném, már csak azért is, mert akkor rendszeresen mozoghatnék, kerékpározhatnék, és az bizony az egészségnek is jót tesz. Folytatjuk rögtön, csak előbb megkérdezem Andrást, hogy szerinted ez mi? Igen. Ilyen hűtődoboznak gondolom. Lehet, hogy az, nem tudjuk. Többen tippeltünk rá, és valamennyien úgy gondoltuk, hogy ez egy hűtődoboz lehet, egy ilyen két literes körülbelül hűtődoboz. Ezt azért mutatom meg, mert ezt már el lehet vinni innen akár egy fél órán belül is, továbbá ezt az autószifont is, ugyanis az Agrocare arra gondolt, hogy feltesz önöknek három kérdést Gyuri tolmácsolásában majd, és amennyiben erre ezekre válaszolnak, akkor megnyerhetik, elvihetik az első két helyes telefon, tehát első helyes választadó. Hogy mi maga a doboz. Mi maga a doboz. Valóban tervezett, éjjeli, eddig, vagy döntsük el, hogy akkor ez egy hűtődoboz.
Tehát a három kérdést most elmondja a Gyuri, utána én elmondom a telefonszámokat, tessék. Az első, mikor nyílt meg a pécsi Agroker áruház? Én gondolom, ha csak azon múlik, hogy a többi kérdést valaki tudja, hogy mondjuk a hónapot, napot nem tudja, hanem az évet, akkor azt is elfogadjuk. Tehát mikor nyílt meg a pécsi Agroker áruház? De csak a reggeli órás nyitást tudja, az is jó. Az is, igen. Mekkora az áruház alapterülete? Becsülje meg 10%-os eltéréssel, pluszban vagy mínuszban, elfogadjuk a 10%-ot. Tehát mekkora az áruház alapterülete? A harmadik kérdés, egyúttal utolsó. A kertészeti áruházak közül hányadikként nyitott az országban a pécsi? Igen, tehát ez a három kérdés. 10-286 András telefonszám, a Nagybanda András telefonszám, ő várja a kérdéseket, észrevételeket továbbra is, de hát erre számot is lehet hívni, ezt a számot is lehet hívni, de aki erre a játékra jelentkezik, az a 32-3-33-at hívja. Azt hiszem most ismét zene és reklám következik. Nem ismered a Botondot? Te nem ismered a Botondot? Te tényleg nem ismered a Botondot? Ki az a Botond? Nem ki, hanem mi. A Botond betonfalba is könnyen beüthető képakasztó. Minden falon biztos pont. Botond. Folytasd csak nyugodtan. Szóval te nem tudnád elhinni azt, hogy amit látsz, az igaz. Nem tudsz hinni benne, ilyen az ország. Mi még mindig a futballról beszélgetünk, ugyanis azzal kezdtük reggel a Szeged Vasassal. Hát ez egy nagy szóbeszéd most az országban, vagy legalábbis két hétig az volt. Én emiatt is örülök annak, hogy most ezt így írtam meg, vagy megírtam, hogy végre valamiről, amit talán igaz, még az is tisztázódni fog, hogy igaz. Biztos, hogy van, akkor folytassuk egy helyi szóbeszéddel. Amikor a taxiban beszélgetnek az utasok, illetve a taxisofőrök egymás között, akkor általában ezek a témák, ezek a hírek, ezek nagyon hamar elterjednek a városban. Az utóbbi egy-két hétben egy ilyen hír
egy ilyen kószahír terjedt el a városban, miszerint elég sokan ott hagyták a volán taxit. Ennek néztünk utána, két taxissal beszélgettünk. Nézzék meg önök is. Az utóbbi egy-két hétben, vagy hónapban egyszer elég sokan jöttek el a volántól taxisok, és lettek valamelyik taxis társaság tagjai. Önök ketten a kék kockásoké. Hányan jöttek el, tudja valaki? Hát az utóbbi időben körülbelül olyan 7-8-an jöttek el a taxitól, a volán taxitól. Hát gondolom, hogy azért, hogy eljöttek, nem személyes problémái vannak, hanem anyagi problémái vannak. És miért ennek a részleteibe belemennénk, körülbelül hány taxis volt a volánnál? Hát abban az időben, amikor én kezdtem taxizni 77-ben, akkor 60 kocsi volt, tehát a 120 embert jelentett. És most jelen pillanatban 30 kocsi van. Na, hát én is csak azt tudom mondani, hogy nekem se voltak személyes problémáim, de ha taxis akartam maradni, akkor el kellett, hogy jöjjek. Anyagiak. Mik ezek az anyagiak? Hát nagyon nehéz erről beszélni. Hát előjáróban azt szeretném elmondani, hogy amikor megindult itt a városban, meg országosan a magánszektor, akkor a volán egy ilyen takarodót fújt a taxifronton. Tehát nem jó üzletpolitikát folytatott szerintem. Csökkentette kocsi létszámot, ezzel az emberi létszámot is, és vázi, hogy visszavonult a piacról. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor, amikor itt megindult a magántaxizás, akkor a volán el is küldött embereket szándékosan? Nem, elküldeni azt hiszem nem küldött el senkit, de aki eljött, annak a helyét nem pótolta. Uh-huh. Igen, mert olyan rossz műszaki állapotban volt a kocsipark abban az időben, hogy nagyon régi, tehát 25-30 éves taxi gépkocsi vezetők, komoly meglett emberek jöttek el a volántól, mert senki a vállalatnál nem tudta azt megmondani, hogy mikor pótolják az elhasználódott kocsijaikat. És hát új kocsik nem jöttek, és nagyon sokat kellett volna már ráfordítani az autókra. Egy teljes felújítást kellett volna némelyik kocsikon csinálni, és ezt nem vállalták azok az emberek, és akkor jöttek át a magánszektorba. Én jól értem, hogy az embereknek maguknak kellett volna pénzt költeni az öreg autókra, nem a volánnak? Igen, igen, hát akkor is gerines rendszerben dolgoztunk, és hát annyira el volt öregedve a kocsipark, hogy ez súlyos pénzekbe került volna ezt felújítani ezeket a kocsikat. Inkább akkor a vállalat úgy döntött, hogy leadja a kocsikat és nem pótolja. Tehát így csökkent le a kocsi létszám annyira, mint amennyi jelen pillanatban van. A probléma azt hiszem egy olyan 8-10 éve kezdődött, amint az előbb is említettem, amikor visszavonult a piacról a volán, és azóta volán szinten általában mindig olyan bizonytalan volt a helyzete a taxigépkocsi vezetőknek. Hát mondjuk én elég jól belefolytam ezekbe a tárgyalásokba, mert szakszereti vonalon működtem, SB titkár voltam a taxi részlegnél. Bizottság alakult a taxi profilnak a fenntartása érdekében, és ebben a bizottságban benne voltam, és nagyon sokszor hangot adtam annak, hogy nem lett volna szabad így visszavonulni, hanem tényleg egy ütőképes csapatot kellett volna összekovácsolni, és nem lett volna szabad azokat a régi embereket elengedni. De hát a vállalat vezetősége úgy döntött, hogy nem fektet be nagyobb pénzt a taxiba, mert abban az időben elkezdődött a taxinál egy olyan negatív tendencia már a nyereség szempontjából, tehát nem volt nyereséges a taxi. Ezt nem nagyon értem, hát hogyha maszekban nyereséges, akkor hogy a volánnál nem az? Én azt hiszem, hogy elnézést, hogy itt közben vágok, de azt hiszem, ezt egy mondattal meg lehet talán indokolni az egész taxit a volánon belül, ahogy én legalábbis 12 év alatt tapasztaltam, hogy a volánon belül a taxi nem jelent, hogy is mondjam, nem jelent a volánon belül a taxi semmit. Február 1-ével a személyforgalmi üzemi igazgatóság gazdasági vezetése egy új elszámolási rendszert dolgozott ki, ami azt jelentette számunkra, hogy most mondok egy számot, hogy ha én 30 ezer forintot termeltem egy hónapban, akkor 21 ezer forintot befizettem a volánnak, és maradt 9 ezer forint a kocsi fenntartására.
Az én kocsim 5 éves volt, és 200.000 kilométer körüli kilométer telítettségű. Hát el kell képzelni, hogy mennyit kell költeni egy ilyen autóra, és maga az üzemanyag se egy kis pénz. Tehát én otthon számoltam, és arra elhatározásra jutottam, hogy így nem tudom csinálni tovább valán szinten ezt a témát, és azért váltottam át a magán szektorba. Szabad levegőn beszélgettünk, de olyan volt a hangunk, mint egy labor fenekén ültünk volna, elnézést kérek a hanghibáért. És akkor, ahogy mondani szokták, hallgattassék meg a másik fél is, azaz a Volán képviselője, akit bemutatok, a stúdió vendége, Kársec Károly, kénytelenek felolvasni, szép hosszú titulusa van, a Pannon Volán Városi Közlekedési Forgalmi Osztályának vezetője, ugye jól mondom ki. Kérdés rövid és lényegre törő, mi a véleménye a hallottakról? A riport megtekintése után azt hiszem, hogy ilyen ponton lehet azonosulni a gépkocsi vezetőkkel, a volt kollégákkal, akik nem léptek ki a vállalattól. Tulajdonképpen az ő panaszoknak az eredője azzal magyarázható, hogy amikor Pécsett is megindult a magánkisiparos személyszállítóknak a szervezete, igen magas, az én tudomásom szerint 4-500 fő magántaxis dolgozik a városban. Tehát egyértelműen megszűnt a volántaxi monopól helyzete, mint ahogy elmondták a riportban is. Ez egy olyan helyzetet teremtett, amire a Volán nem készült föl, és egyáltalán nem vette föl azt a versenyképességet, hogy 4-500 moszek taxival szemben bővítse a gépkocsi parkját, és hát konkurenciaként maradjon a piacon. Most ez ilyen szándékon múlott, vagy pedig egyszerűen nem volt rá módjuk? Hát egyrészt nem volt rá módja. Itt utaltak a gépkocsi vezető kollégák arra, hogy a Volánnál a taxi periférián van, nincs periférián a taxi, a jövőben sem lesz a periférián a taxi, a Volán taxit mi meg akarjuk őrizni, természetesen megfelelő átalakulásra, megfelelő formába. Ne haragudjon, mert nekem azt jár egyfolytában a fejemben, hogy tulajdonképpen az országban egységesen tapasztalható, hogy amit mamuttá növesztettek, az mind úgymond vajódik vagy tönkrement. Ne menjünk túl messzire, de ha azt mondom, hogy csak néhány TSZ volt képes igazából erőt sugárzóan megkapaszkodni, csak néhány nagyvállalat volt képes európai szintű termék előállítására, csak néhány nagyobb intézmény képes úgy funkcionálni, hogy abból haszna legyen az országnak, nekem van egy olyan érzésem, hogy a Volánnak, vagy bárkinek, aki nagy mamut céget akar létrehozni egy olyan iparágban, amelyben inkább egyes emberek apparátus eltartása nélkül képesek lennének megoldani az én dolgom, hogy én szeretnék taxival utazni, hogy tulajdonképpen fölöslegesnek érzem, hogy itt egy nagy államosított cég csinálja ezt, mert a taxis, aki beül a kocsiba, ha adja hozzá a kocsit, saját maga költ rá, ő gondozza, tudja, hogy mennyit fizetett ki, és ennyit akarok bevételezni. Akkor te azt akarod ezzel mondani, hogy nem is biztos, hogy a Volánnak egyáltalán kell taxit tartani. És a másik pedig még itt hozzá szeretném azt tenni, hogy a Volán, ezt Karcsi nagyon jól tudja, évek óta foglalkozik azzal, bármennyire most egy kicsit ellentmondok, hogy megszünteti a ágazatot, csak talán nem merik kimondani. Tudnélik, én azt mondom, hogy a telefont az országnak, hogy mondjam, az állam intézménye legyen a posta, a MÁV, a bank, már úgy értem, hogy legyen a pénzintézménye az ország, és stb. Ami föltétlen kell, hogy állami monopólium legyen, az igen. Na de a taxi, ez egy olyan dolog, hogy most államosítani kellene azt, hogy a járdán sétáljanak az emberek, és ahhoz a cipőt az állam adja. Szóval kimegy a polgár, azt mondja, beülök egy taxiba, vigyél el, így kezdődött a taxi. Hogy valaki elvitte a másikat valahová. Vagy a lóvasúton, mert nem tudom hol. Akkor a kérdés változatlan, kell a Volánnak taxi? Szóval egyáltalán a jövőben maguknak tartanak? Mennyit hoz ez pénzt? Szóval megéri, hogy természetesen hoz, természetesen hoz, és hozzáteszem még azt is, hogy a Volántaxinak ma is van piaca még. Ma az is élik a Volántaxit, ez is igaz, de mindjárt hadd válaszoljak, amit Nagy Bandó András mondott, hogy attól függetlenül, hogy ez egy kis létszámú gépkocsi park,
mi mindenképpen azzal foglalkozunk, hogy a jelenlegi szervezet, amit itt a gépkocsi vezetők is panaszoltak, hogy nem tudnak megélni ebből, nem tudják fenntartani a gépkocsit, KFT vagy bérbe adjuk ki a kocsikat, tehát mindenképpen átalakítjuk a taxinak a jelenlegi szervezetét egy olyan gazdálkodó szervezetbe, ami hát a taxi gépkocsi vezetőknek is jó lesz. Mert mindenképpen az figyelmeztető, ha már elmennek valahonnan, tehát a munkahelyi elárami ott, akkor nincs minden rendben. Így van, és bocsásson meg, nekem az jutott eszembe, amikor azt mondja, hogy ez pénz jelent maguknak, tehát hasznot. Igen. Hogy gyakorlatilag a hasznot is jelent, és még el is tartanak úgymond egy intézményt, illetve egy részét annak, a apparátus, nem tudom, akik ott dolgoznak, hivatalnokokat, stb., akkor ebből következtet az, hogy nekik azt mondják, nem személyes problémában mondta mind a kettő, holott az anyagi az a személyes problémája. Tehát mégis csak az, hogy nem valakivel van. Magyarán ők egy nagyobb összeget összedobnak valakiknek, miközben ők rosszul keresnek. Ez az alapja. Egyszerűbb lenne, hogyha ők maguk fönntartanák magukat, azon a szinten, ahogy kell, az országnak leadóznának, mert úgyis kerülne belül az államnak, és ők pedig egyedül taxiznának. Magyarán én azt csinálom, hogy kérem, ami jelenlévő gépparkunk van, rosszabb vagy jobb, olyan áron én azt önöknek eladom, és mostantól kezdve felejtsük el. Lehet, hogy ez túl egyszerű, és önöknek ez nem így van, de én a maga helyében ezt tenni. Nem egyszerű, a közelmúltban tájékoztatok pont a taxi gépkocsivezetőket a belső problémáink miatt is, hogy a taxi átalakulás előtt áll, mindenképpen úgy néz ki, hogy bérbe kívánjuk adni, vagy KFT-t alakítunk a taxival. Tehát tulajdonképpen letisztulnak a taxiról azok a költségek, amit hát András is említett, és hát ezáltal a taxi még jövedelmezőbbé válik, egyrészt a részleg, és a másképp hát természetesen a gépén is jobban megtalálja a számítását. Köszönjük szépen! Én elmondom még a nézőknek, hogy a 10286-on várjuk továbbra is, a kérdéseket kaptunk már egyébként önöktől, köszönjük és várjuk továbbra is. Továbbá a 32333-on is hozzá lehet szólni akár a taxi témához, tehát Nagyban Tornás is várja még a kérdéseket. És még néhány percig az autósoknál maradunk, úgyhogy most ez a kis blokk, mondjuk az autósok blokkja lesz. Hogyan kerül a csizma az asztalra, avagy módosítom a kérdést, hogyan kerül az autó az étterembe? Meglehetősen furcsa a kérdés, mert ahogy most az elmúlt napokban sétálgattunk, és akik új meccsek aján az olimpiai étterem előtt járnak, láthatják, hogy gyönyörű, szép, csoda autók, Opelok állnak a kirakatban. Pincérek helyett tehát Opelok várják az odalátogatókat. Tessenek megismerkedni a szalonnal, a teremmel. Az elmúlt hét szombatján Pécsett az Olimpia bár helyén megnyílt a város első nyugati autószalonja, ha mondhatom ezt így. A Garancia szövetkezet, és még ki? A Grotefeld NSK-beli cég. Közösen. Úgy van. Hogy született meg ez az ötlet és a kivitelezés? Hát én szeretném először is elmondani, hogy Pécs első nyugati autószalonja és az ország egyetlen Opel autószalonja működik a volt Olimpia bár helyén. A vendéglátó vállalat felajánlotta részünkre ezt a helységet hasznosítás céljából. Mi úgy döntöttünk, hogy Opel autószalont fogunk üzemeltetni, ahol a kulturált autókereskedelmet meg tudjuk valósítani. Egyébként szeretném hangsúlyozni, hogy az Olimpia étterem többi üzlethelysége, másodosztály és a harmadosztály zavartalanul működik. Most ott az autószalonban, ha jól számolom, van 5 kocsi, amiből mai napra, ma kedd van, eladtak már 2. Lesz-e folyamatos utánpótlás? Természetesen lesz, a kamionunk folyamatosan fogja beszállítani. Egy 25-30 darabos készlettel fogunk az Opel típusokba rendelkezni, és folyamatosan, ahogy a gépkocsik fogynak, szállítjuk be. Mi az átlagára egy ilyen kocsinak? Hát az átlagára az nagyon szórt, mert mondanám azt, hogy 5000 márkától 30000 márkáig. Na most itt az 5000 márkásnál arra kell gondolni, hogy mi törött gépkocsit is az ügyfél kérésére felhajtunk, és azt a kamionunkkal beszállítjuk. Tehát így tud egy 4 éven belüli gépkocsi 5000 márka körüli értékben lenni. Az a kérdés még, hogy kitől fogadnak el ott pénzt? Tehát kell-e nekem igazolni, hogy honnan van a márkám?
itt van a nagybácsim, Amerikából oda mehet-e befizetni, egyáltalán jogszerűen hogyan vásárolhatok én ott kocsit? Hát a deviza szabályozást részünkre a pénzügyminisztérium meghatározta, tehát ott egyébként készpénzforgalom, tehát valutában nincs. Az ügyfélnek részletes tájékoztatással tudunk szolgálni, a devizaszámlánk számát részére megadjuk, ahová átutalhatja, BC számláról is, devizaszámláról, valamint külföldi ismerős és rokon is erre a számlára küldhet részére valutát. Tehát akkor tulajdonképpen ez inkább egy bemutató terem. Ott helyben kocsit megvenni, beleülni és mindjárt elvinni nem lehet. Nem, természetesen nem lehet. A képkocsiba itt lehet beleülni a Megyeri úti telepünkön. Az autószalomba inkább bemutatás céljából vannak, de ott is folyamatosan a gépkocsikat cseréljük, attól függetlenül, hogy megvették vagy nem, mert hát egy kirakatba sokáig porosodó áru az nem jó látvány, és nem jó kereskedelmi húzás sem. Közeleg a pécsi ipari vásár ideje, ahol szintén egy újdonsággal rukkol ki a garancia, mégpedig az asztalával. Igen, az asztava gyár termékeit fogjuk bemutatni, és itt azt hiszem a nagy sláger a Jugo Florida lesz, amelyet Magyarországon mi mutatunk be először. Azon kívül pedig a Jugo Skála, ami egy olyan kis kategóriájú gépkocsi, aminek véleményük szerint nagy lesz a kereslete. És itt még szeretném megemlíteni, hogy szövetkezetünk a kizárólagosságot megkapta ezekre a gépkocsikra, a konvertibilis értékesítés vonatkozásában hangsúlyoztam. Mielőtt folytatjuk, megmutatom a tervet, azt kérdeztem Andrástól, és hát, mi is beszéltünk róla, hogy mi ez. Megvan a válasz, szakember mondta, tessék mondani, tehát akkor ez micsoda? Szájjégvödör. Mit akar az? Tehát az italokhoz felhasznált úgynevezett étkezési jeget, amit a méhűtőbe a kedves háziasszonyok betesznek, ha vendéget várnak, elkészült, utána ki lehet önteni, és ebbe a vödörbe kell tárolni. Be lehet helyezni a vendég elé, ha ismerik ezt a körmös csipesztervel, illik beletenni az italunkba, viszkibe, de hát ilyen nyáron, hogy említetted az előbb, ne ígyunk ki, inkább az üdítőbe. A szakember pedig nem más, mint dr. Parpas Zoltán, a Baranya-megyei vendéglátó vállalat áruforgalmi osztályvezetője. Szeretettel köszöntelek, örök, hogy eljöttél. A kérdés az, hogy került az étterembe az Opel? Inkább a Presszóba bárba. Vagy a Presszóba bárba. Igen. Az olimpia azok közé, az üzletek közé tartozik, ami sajnos az úgynevezett nagy alapterületű egységek, ami veszteségesen üzemeltethetők. Körülbelül 2 millió forint veszteséget produkál az egység. Szerencsés találkozás volt a garancia szövetkezettel. Ti keresitek őket, vagy ők benneteket? Még egy sörmenet találkoztatok, vagy hogy történt? Egyik kollégánk összejött a komáromi úrral is, és nekik volt egy szándékuk, kerestek egy helyiséget, ahol az Opel szalont meg akarják nyitni. Nekünk volt egy helyiségünk, létrejött a konszenzus. Örömmel vettük, valamikor június elején tárgyaltunk először, és mint ahogy említetted, múlt szombaton meg is nyilat, tehát elég gyorsan. Volt azonban, el kell mondjam, egy másik gondunk is, amiben hát nem biztos, hogy mi vagyunk a ludasak, elég sok panasz érkezett az olimpia működésével, mármint az éjszakai életét érintően. A taxiajtók, az éjszakai vendégeknek a hangoskodása, ez is hozzájárult. Zavart a környéket. Én nem beleg egyet is értek a lakossággal, de hát a vendéglátás az a funkció, hogy szórakoztasson. Sajnos határozat is született a tanács részéről, mely szerint korlátozták a nyitvatartási időt, plusz még hozzájött ez az ajánlat, és így döntött a vállalat vezetőségünk, hogy akkor megpróbáljuk az autószalont. Egyelőre, mint ahogy a Komári úr elmondta, most csak autót, de a közös beszélgetésünk, tárgyalásunk alapján úgy néz ki, hogyha ez az üzlet beindul, akkor későbbiek során autóalkatrésszel is foglalkoznánk. Kérek szépen, amikor szóba került azt, hogy te jössz ebbe a műsorba, akkor azt mondtad, hogy feltétlenül említsük meg, hogy az olimpia azért olimpia maradt, tehát nem zárt be és nem alakul át teljes autószalonnál. Igen, van ennek a műsornak egy rovat, hogy ez beszélik. Hát nálunk nagyon sokan mindig mindent azonnal átértékelnek.
Megjelent az újságban, hogy autószalon lesz az Olimpia Presszó helyén. Másnap az üzletvezető kétségbe esetten hívott, hogy bezártuk a házat, mert a lakosság mikor zárunk, nem zárt be az Olimpia. Tehát az Espresszóba lett a szalon, az étterem és a söröző pillanatnyilag ugyanúgy üzemel, mint ahogy eddig. Azért mondtam, hogy pillanatnyilag, mert szándékunk van az éttermet is csinosítani, a sörözőt felújítani, reméljük és nagy reményt fűzünk a gildesörhöz majd, gildesörhöz is, és utána nem titok, hogy tárgyalunk a garancia szövetkezet az egész háznak a közös üzemeltetésére valamilyen új formában. Ez nagyszerű közös vállalkozás, hiszen napjainkban csak így lehet, azt hiszem. Talpon maradni további kérdésem, hogy a pécsi ipari vásáron hát rendszeresen megjelentek. Azt most ne vitassuk, hogy színvonalas vagy nem színvonalas az ellátás. Most mit ígérsz erre az évre? Ugye Nagy Banda András említette virsli biztos kolbászt is ígérem, és a Pannonia sörgyárnak az új gildesörét is csapolva. Remélem, hogy a fogyasztónak is ízlik. Egy színvonalas kis büfékocsival vonultunk ki, amely mellé egy pavilon telepítettünk. Harmonikusan egybe dekoráltuk. Egyik részben a pavilonban tudjuk a mi házi készítésű hurka kolbászunkat, pecsenyénket árulni, a virslit, a hamburgert, meg hát amit a közönség majd kíván. A másik részén pedig mérjük a sört hordóból, jó hideg lesz, reméljük, és a büfékocsival az előbb említettek, és maradjunk, van egy gyümölcsli automatánk, ami ígérjük, hogy folyamatosan hideg kétféle gyümölcslevet fog produkálni. Tekintsük ezt a beszélgetést egy picit, mondjuk reklámbeszélgetésnek is. Köszönöm, hogy eljöttél a stúdióba. Bocsánat, én csak egyetlen egy ötletem van, hogy ez az Olimpia így üzemel, hogy autószalon is van. Igen. Akkor az éttermet én hadd javasoljam, rendezzétek be úgy, hogy az asztal körül ülnek négyen, ilyen kocsi ülésekben, autóülésekben, az asztal közepén van egy sebváltó. Ha egyesbe teszem egy sör, kettesbe két, háromas, három, négyesbe négy sör, és hogyha rükkvezbe teszem, elviheti az üres korsókat a pincér, és ott lesz a sebesség mérésére is egy ilyen műszerfal, hogy a pincér milyen gyorsan hozza a sört. Van, de csináljuk ezt meg Kft-be, ötlet a tiéd, mi kivitelezzük, az de azért tőkét is kérünk. De ha megalakítjátok a Kft-t, akkor nálunk hirdettek, és hogy miért nálunk reklámoztok és hirdettek, azt tessék figyeljétek, mi most nagyon figyeljük a monitort, otthon pedig önök a készüléket, tessék csak figyelni. Bejutott az előbb, amikor az Andrásnak volt az ötlete, hogy az Olimpiában ilyen asztalnál, sebváltóval, kormánnyal lehet sörözni, hogy ott aztán jöhet a rendőr. Szépen, látod, kormánynál is lehet inni, és akkor nyugodtan szondáztathat. Igen, ropi helyett szondát szolgál. Igen, meg nyugodtan jöhetnek a közterület felügyelők is, ugye, akik a tilosban való parkolásért szoktak büntetni. Jönnek is, hogy miért, milyen körülmények között és hogyan, azt nézzük meg most a következő riportban. Hát nem túl népszerű az a feladat, amit a közterület felügyelők, nem is tudom, hogy vállaltak, vagy pedig rájuk kényszerítették, hogy a tilosban parkoló autókat büntessék. Ettől aztán egy csomó gúnynevet is kaptak azóta, én ezeket most nem akarom felsorolni, de ön biztos tudja. Hát igen, sajnos ez a jelenlegi helyzet. Gúnynevek is vannak, de ezt a feladatot kénytelenek voltunk felvállalni, mivel egy minisztertanácsi rendelet jogot adott arra, hogy a várakozni és a megállni tilosba bírságoljuk a gépkocsikat, és hát állítólag feltétlenül azért, mert a rendőrségi apparátus már nem győzte ezt a munkát. És ezzel a pénzzel, amit önök beszednek, ezzel mi lesz? Mi lesz ennek a sors? Ez ugyanúgy működik, mintha a rendőrség szedné be? Ez a pénz a városi tanácsnak a kasszájába folyik be, és hát a tanács gazdálkodik ezzel a pénzzel.
Az emberek ugye azt látják, hogy párosával járnak ugye a közterületfelügyelők, hogy két jól megtermett fiatalember, aki egyéb komoly munkára is képes lenne, hátratett kézzel sétál a városban, és cédulákat rak az autókra, vagy esetleg még fényképezi is őket. Hát ez a munkájuknak csak körülbelül 10%-át teszi ki, ugyanis 18 szabálysértésben intézkedhetnek, illetve ennyit kell neki figyelni és figyelemmel kísérni. Ezen kívül az előforduló járda úthibákat, csatornahibákat és illegális szemétlerakásokat és egyéb ilyen hát hiányosságokat, amik közterületen előfordulnak, ezeket jelzik a városgondnokság felé, úgyhogy felírják és munkaidő végén telefonon továbbítják a városgondnokság ügyeletére. Melyik az a tevékenységi kör a 18 féléből, amelyik a legtöbb munkát adja? Sajnos azt kell mondanom, hogy a veszélyeztetés kutyával egyre több kutya lesz, és egyre többen nem tartják be az ezzel kapcsolatos előírásokat, beviszik a kutyát a homokozóba, ott vannak a kisgyerekek, aztán nem teszik rá a pórás, szájkosarat a nagytestű kutyákra. Homokozóba egyáltalán nem lehet a kutyákat bevinni, mert hiszen tudva lévő, hogy fertőzi a homokot, utána bevelemennek a gyerekek, és akkor kész a baj. Most gondolom, hogy amikor akár ezért, akár másért a közterület felügyelők megbüntetik az embereket, akkor ezt nyilván nem nagyon köszönik meg. Vannak ebből bajok, konfliktusok? Igen, előfordul, főleg most az állampolgárok hangulata elég feszélyezett, és ezt érezzük mi is körülbelül egy olyan 4-5 hónapja, és egyre többször fordul olyan elő, hogy megvalósul a hatósági személy sértegetése, hogy úgy fejezzem ki magamat, anyázzák a felügyelőket, és sajnos ez miatt két felügyelő el is távozott a testületből, mert nem volt hajlandó ezt már idegileg elviselni. Olyan is volt, hogy a tavalyi évben, aki elment felügyelő, csak 8 hónap múlva találtam helyette másikat, mert egyszerűen nem volt jelentkező. Én csak azt nem értem, hogy azt mondta a közterületfelügyelet vezetője, hogy azért büntetik a tilosban parkolóautósokat, mert szennyezik a levegőt. Szerintem éppen akkor nem szennyezik, amikor állnak még a tilosban is. De mit nem értesz? Nekem először is az jutott eszembe, hogy játékvezetős felügyelő nem leszek, hogyha érzékeny vagyok az anyázásra. A másik dolog, hogy nekem, ha már ők nem rendőrök, mert végül is nem, akkor miért járnak ketten? Szóval megszokták, ez újabb ilyen mamutvállalat jön létre, hogy hároman, négyen, majd ötten egész brigád fog sétálni, hogy kezükbe van egy fényképezőgép, fotózzák le, és ott van. Hozzáteszem, hogy én őket nagyon jónak tartom, én örülök, hogy van ilyen felügyelő, aki büntet, ha rossz helyen állunk. Csak egyszer tudnám végre azt, hogy elérjük azt, amelyet elértek már némely fejlett országban, nálunk fejlettebb országban, hogy ebből a beszedett pénzből autó, parkoló házakat építenek, mert az engem nem érdekel, hogy a tanács ezt a pénzt fölhasználja, mert minden fölhasználnak, persze, hogy föl, de mire használják föl? Nehogy ezzel is úgy járjunk, mint az úttal, hogy most már benzinbe beépítve vagy akartak autópályadíjat, stb. Mindenhová beépítenek, de most már legalább tudom, hogy azt arra akarják fordítani. Akkor majd tudok hol parkolni, mert táblát kitenni és büntetni, ez a legegyszerűbb. És neki pedig a legegyszerűbb, ha most egyben lévünk. Thank you.
Bingo? 10 000 helyen kapható. Sorsolás július 29-én. Jön a bongó! Igen, most jönnek a hírek. Számítógépre vitték a gyógyszertári munkát két pécsi patikában, az Mimecsek agyaiban és a Júri Sics Miklós utiban. Ezt a modellt az országban elsőként egy pécsi számítástechnikai Kft. Dolgozta ki. Hétfőn Budapestre viszik és árusítják, miután itt már jól bevált. Egy mai esemény, faszszervezeti horgászversenyt rendeznek, azaz gondolom már javában tart is a verseny, a Malonvölgyi 2-es tavon. A halfogás végét 1 órakor jelzik majd, azután következik a mérés, majd a halászléfőző verseny és télbadogó verseny is lesz. Érdekes, hogy 500-nál több intézmény jelentkezett a viadalra. Meglehetősen ritka hétvégi eseményről kaptunk hírt Csuti Jánostól. A Madártani Egyesület gólya számlálást tart Baranya 320 településén. A szervezet akció során ellenőrzik a fészkeket, ahol szükséges kijavítják, helyrehozzák és azt is megszámolják, hány kis gólya kelt ki idén. Az adatokat egyébként nyilvántartólatra vezetik. A Madártani Egyesület titkára Bankászló azt is elmondta, hogy 5 évenként van gólyafészek felülvizsgálat, gólyaszámálás, kérik, ahol elsegítsük a munkájukat. Mondanak, hogy a gazdáknak valami nagyon tetszik. Egyszerűen úgy tudom elképzelni, megszámolják, ahány gyerek jött, annyi gólya van. Visszaszámolás. Ez a hír is kapcsolódik az előzőhöz, mert hogy állatokról szól. Bérbeadták a Megyeri úti kisállatkórházat Pécset. Ez ezentúl magánkórházként működik majd. A beteg sérült kisállatokat szombati napokon is fogadják reggel 8-tól 12 óráig. A kórház régi vezetője, dr. Burú György pedig elsőként az országban magánklinikát alakít. Végezetül pedig egy hír, és itt egy picit azért komolyra fordítjuk a dolgot, befejezte az első fél időnek vége. A Pécs-Baranyai értelmiségi klub ugyanis nyári szünetet tart. Vendégünk dr. Horváth Csaba, a klub elnöke. Köszöntelek itt a Városi Televízió stúdiójában, és rögtön kérdezem, hogy hogy sikerült az első fél időt? Egy picit a múlt és az előjátékról, mert a Steini Modell intézmény rendszerében is kijöhet valami. Ezt az értelmiségi klubot a KISZ hozta létre, még annak idejének az elődjét, csak akkor még úgy hívták, hogy EFT, értelmiségi fiatalok tanácsa. Persze úgy működik, mint a többi, vagyis nem nagyon, amit ki nem találtuk, hogy rendszeresebbé kell tenni, illetve egy klub formájába kell tenni. Akkor már csak el kell határozni, mivel foglalkozzunk. Hát mi a legoktuálisabb téma utóbbi egy-két évben? A nyilvánosság és a demokrácia, a demokratikus közéleti fórum megteremtése. Ezzel is indultunk, tavaly mindenfajta szervezeti keret nélkül, tehát megpróbáltuk olyan programokat, amely népszerűek, és amely, hogy mondjam, akkor még nem nagyon kívánatosak voltak. Mondok egy-két példát rá. Egy Király Zoltán, egy Csurkának a föllépése, az Ófalut mi kezdtük el, aztán a társadalmi deviancia, egy Hegedűs András. Megvolt a klub elődje, most már csak egy jó reklám kell, és az antireklám is reklám. Tavaly decemberben még nem volt több pártrendszer Magyarországon. Hát itt Pécset hát nem mi alakítottuk meg, mi adtunk lehetőséget a Kisgazda pártnak és a Szabad Demokraták Szövetségének, hogy bemutatkozhassanak. Hát kihívtak bennünket a klubból. Ez óriási reklámnak jelentett számunkra. A következő rendezvényen Farkas Vladimir, már 300-an voltak. Ekkor határoztuk el, hogy akkor csinálunk egy szervezett klubot. Ez közel alatt egyébként legalább 300-an voltak. Ez alatt is. Egyébként ezek a csütörtök esték meglehetősen vitázó esték. Szóval igazán szenvedélyes, sokszor azt is mondhatom, hogy mondjuk elszabadulnak az indulatok. Ez most jó vagy rossz? Hát... Én részletem egy-két ilyen estén és... Szóval meglepett ez a fajta nyíltság. Én nem tudom ugyanakkor, hogy a nyíltságnak ebben megnyilvánulása így helyese, ahogy mondjuk ebben a klubban. Tulajdonképpen olyanokkal foglalkozunk, ami akkor még nem volt valami népszerű, illetve nem nagyon szerették ezt a nyilvánosságra hozni. Tehát olyan deviáns jelenségekkel, vagy a múltnak olyan értékeléseivel és olyan tényeivel, láss kitelepítés, Recsk, 56, Nagy Imre, ami nem volt még kívánatos. Még talán idéntől talán. Vagy a másik is, ez a nyilvánosság kérdése. Hyde Parkkal kezdtünk. Ez volt Pécsre az első Hyde Park.
Tehát lehetőséget adtunk az összes demokratikus szervezetnek a bemutatkozásra, és akkor össze is hoztuk őket. A Landel jelő társaságtól kezdve, a Fideszig vagy a Wallenbergig a legnagyobb rendezvényünk volt. Na most a politikai vitakultúrának a színvonal az evidens az értelmiségnél is nem valami magas. Hát ezért van az, hogy voltak olyan megnyilvánulások is, amik nyilván a tolerancia határait már súrolták. De legfontosabb a szemez volt a nyilvánosság megteremtése. Melyik estére emlékszem mondjuk a legszívesebben? Melyik volt a legkellemesebb? Mert tudom, mindegyik egy pillanat. Ők is volt, akár ha nagyköveteket nézzük. Nagyon jól sikerült a két nagyhatalom nagykövet egymás után, az amerikai és a szovjet. Aztán egy semleges, a finn nagykövet. Vagy pedig az alternatív szervezetek fórumai. A párttal együtt, az MSZMP-vel együtt, az is óriási volt. Hát a legutóbbi pedig az Acél György. Feletes stratégiai fölépése. Mert hát hozzá kell tenni a Hyde Parkhoz, hogy nem előadások zajlanak, hanem maga a stílus is más, egy félkörívben vannak a székek, tehát visszakérdezések vannak, és a kuktagok egymást is látják. Ez nagyon fontos. Kérlek szépen nagyon röviden arról, hogy mikor kezditek a következő évadot, szezont, és milyen terveitek, céljaitok vannak? Amint a vasutas művelési házat helyrehozták, rögtön kezdünk, azt éppen renoválják, ezért van a nyári szünet. Vasutas napban. Igen, vasutas napban. Egyébként a vasutas klubban tartják a foglalkozásokat. Ő adott nekünk végleges otthont, tehát kötöttünk is velük egy olyan kedvező szerződést, és a legutóbbi értelmiségi fórumon, Aranyos Gadányban az összes párt részt vett, összes nagyobb párt, amely Pécs-Baranyán működik, és megállapodtunk a közeljövőben, hogy az értelmiségi klub egy szellemi koordinációt fog betölteni a pártok között, gyakorlatilag most is már egy szellemi központja Pécsnek. Tehát szeptemberben indulnánk, annyiban szerencsés az indulás, hogy úgy néz ki, hogy sikerre pályáztuk meg a Soros Alapítványt. Nyilvánosság előtt most hangzik először, kapunk 300.000 forintot, ezen kívül technikai felszereléseket, amit nem csak a klub használ, hanem minden a demokratikus szervezetek vagy egyesületek, amelynek nincsen például a filmásolói vagy szövegszerkesztői, őszintén hozzáférhető. Ez gratulálom, hogy itt az alapítványt sikerült megszereznetek, a klub egyébként nyitott, bárkit vártok, ugye? Még csak azt sem mondanám, hogy az értelmiségi diploma a kritérium, mert nem igaz, a 30% a főben nem is értelmiség, tehát semmiféle fenntartások nincsenek. Egy van, és azt hiszem mindenki elfogadta, a demokrácia. Aki ezt a játékszabályt betartja, az bármikor jöhet, jön is. Köszönöm szépen Horváth Csabának, hogy befáradtam. Én csak egy szót hozzátehetek. Én mindig féltem attól, hogyha értelmiségi klubnak vagy intézménynek neveztek valakit, mert mindig az az érzés az embernek, hogy az egy réteg, az egy elszuperált. És ez, amit most mondtál, azt juttatja eszembe, hogy végül is ezzel, hogy demokrácia van, végre egy klub vagy kis közösség, ahol elismerik azt, hogy értelmes emberről van szó, melyben munkás paraszt értelmiségi benne van, és nem is kell ez a réteg. Értelmes emberek gyülekezete. Köszönöm András kiegészítését is. A kedves nézőknek, a most ébredő pécsi nézőknek jó reggelt kívánunk, és akik már figyelték adásunkat, azok tudják, hogy feladtunk egy Agrokert keresztre egy telefonos rejtvényt, három kérdést. Most megismételjük, és lehet játszani, tehát akik később ébredtek esetleg akik is akarnak. Akik fekszenek a vízszintest, fejtsék meg, akik találtak a fűkőleges. Tehát ismertetjük a három kérdést, telefonon lehet válaszolni a 32-33-33-as-on várjuk a kérdést. Mondd el újra, mert ez bonyolult. 32-33-3, tessék, most pedig a kérdések. Mikor nyílt meg a pécsi Agroker áruház? Az első. Második, mekkora az áruház alapterülete? 10% pluszban, mínuszban elfogadjuk a becslést. Harmadik pedig, hogy a kertészetű áruházak közül hányadikén nyitott az országban a pécsi? Köszönjük szépen, most Nozsika. A stúdióban Bükközi László, köszöntelek. Már vártalak, azt hiszem korábban érkezve, nem tudom, sokan voltak talán a piacon. Mi mindent hoztál ma? Itt már két ételeket is látok, és ez megvan, hogy most meglepett. Az a helyzet, hogy ilyen melegve az ember utál főzni. Én hajnalban azért még készítettem ezt-azt, és a piacon is úgy vásároltam, hogy nincs kedvem igazán ahhoz, hogy meleg ételt tegyek. A gyümölcsleves már ott van a hűtőszekrényben,
abból lehet enni, és most a reformboltba látogattam el tegnap, ahol is mindenféle újdonságot találtam, ezt szeretném először bemutatni. Abba a kis serpenyőbe ott szójatöpörcsüt készítettem, mert többször beszéltünk róla. Tehát ez nem olyan, mint a disznótöpörcsű, ez szójából van, de meg lehet kóstolni. Készítettünk hozzá a háziasszonnyal egy kis saláta egyveleget, ezt ma piacon vásároltam, ugyanis a szójához rengeteg zöldséget kell enni. Hát a piac rettenetesen drága még mindig. A fonnyat asszott erős paprika 1 forint, a kevésbé fonnyat erős paprika 2 forint darabja, a szebb paprika, amivel ide is tettem, 3 forint darabja. De egy gyönyörű cecei paprikának még 70 forint lehet kilója. Persze 50-ért is lehet kapni. Egyébként minden van a piacon, megjelent a papíton, megjelent a törött paradicsom, és egyáltalán most már a gyümölcsök közül is a világon minden vásárolható. Árakról fölösleges beszélni, mert mondjuk a juhok az utca egyik felén 200 forintért árulnak vinyakot, ugyanazt a másik felén 280-ért. Lehet, hogy ott lesz a sárkeret. Lehet, nem tudom. Borzasztó nagy az árrés. Nagyon szép a gomba felhozata, jó néz ki a vágott baromfi. Talán az a helyzet, hogy szebb lett az áru. Szebb lett, de nem lett olcsóbb. Gyümölcsökből a gyönyörű rózsabarackokat láttam, de ilyen kis apróságot is. Az egyik 26 forint, a másik 35 forint. Az a Firinyó paradicsom, az 40 forint kilója, igen. A gyönyörűnek még mindig 55 forint kilója. De szeretnék mutatni még valamit. Kínáld meg az urakat a szúlya töpörcsűből, de szeretném, hogyha kenyérrel és salátával zöldséggel lennétek. Addig megmutatnám, hogy a reformboltban nagyon érdekes dolgokat fedeztem föl. Én szépen rózs, a zapfehely módjára rózs, kukorica és búzafejhek vannak, amivel mindenféle érdekes dolgot lehet készíteni. Ugye a fehelynek az az érdekessége, hogy ilyen tüzes hengerek között nyomják, és akkor egy kis olaj sajtolódik ki vele, utána ezt még szintén meleg körülmények között granulálják, törik föl, és ezért ez könnyebb, oldottabb dolgot csinál. Sok mindenre lehet használni, például én a gyümölcslevesbe is ezt tettem, de a körözöttnek a lazításához, vagy túrógombócot lehet bele készíteni. Én a rózsból és a kukoricából, ez a kukorica és ez a rózs, feltétet készítettem. Tehát valami zöld főzelékhez, egy soskához, egy kaporhoz, zöld a főzeléket, hús helyett feltétnek gyenge gyomruaknak, vagy vannak gyerekek, akik 4-5 éves korúban nem eszik meg egyszerűen a húst. Én szemtől abba volt nézve, fasírozott. Nem fasírozott. Ezek fehelyből készült dolgok. Egy tojással, egy kanál tejjel, burzsúlyok tejföllel is készíthetik. Ízlés szerint ízesítve a kukoricát. Tisztete, csak beszélj, mi kóstolni. Kicsit túlfűszereztem. Vigyázni kell, nem szabad túlfűszerezni. A rost nem. Van egyfajta kis kesernyés íz benne, ami nagyon érdekes. Mondom, együttállásba kell elképzelni különböző zöldségekkel. És megmutatásul közlöm a kollégákat, hogy nátrium szegény sóval készítettem el. Ennek az a legnagyobb erénye, azon kívül, hogy az orvosok ajánlják az egészséges embereknek mindenféle szív- és érrendszeri panaszok megelőzés érdekében, hogy ez kevesebb vizet köt le. Kevesebb vizet köt le, és ilyenkor annak bizonyakinek mondjuk dagad a lába a sok sörtől, ez sem közömbös dolog. Most itt például mit innátok erre szívesen? Ó, én azt a gilde sört, amiről az előbb beszéltem. Igen, de mi ásványvizet innálunk, ázjátszai szerint.
tessék. Ismeritek azt a közmondást, hogy ki miket kiszik rá, ugye a jó zsíros pörköltekhez és a sült húsokhoz illik a jó... Még a falat is megállt. Viszont ez a szója ételekhez és a zöldséges ételekhez sokkal jobban eszik a tiszta víz. A tiszta szója már ehhez azért. Tiszta vizet, ugye abból nem igen nyerhetünk, inkább csak ásványvíz formájában. A kereskedelemben kapható néhány ásványvízből ide tisztítettünk az asztal aljára egyik néhányat. Hát csak az asztal alatt, jó az a kell. Ezek közül... Tessék, megmutatni a kamerának. Ezek közül vannak, amelyek szomjózó hatásúak, tehát ezek az üdítő vizek torcsogói pecsei, ha nyögjentik. A szalvút, a míra és az egyéb gyógyvizek azok viszont meghatározott céllal, gyógycéllal. De azért abban egyetünk meg a totyói tetjein egy könnyebb kimondani sört. Az valóban. Köszönöm szépen. Még az édesszájúaknak hadd mondjam el, hogy nagyon érdekes vanília és karamella ízben gabonafehelyből készült süteményt is lehet kapni a reformoltba. Ennek az a hatalmas előnye, hogy szőlőcukorból készül. Tehát gyengébben édes, de kevésbé hízlal, mindenképpen egészségesebb. Nem csak önmagában lehet enni, hanem a reggelibe, tejbe, kakóba is bele lehet dobálni. Mint ahogy a gyerekek a szerbónát eszik, és talán egészségesebb még a szerbónánál. De mondd csak azt, amikor Portugáliában jártatok, akkor vittél magaddal ilyen kellékeket, amiből főztél, vagy pedig... Én csak olyan körülmények között vagyok reform konyha párti, amikor ez megoldható. Tehát ha mondjuk Portugáliában... Igen, Portugáliban ez nem volt megvalósítható. Nem, most megkóstoltuk Portugáliát. Hogy ízlett Portugália? Portugália nagyon ízlett, de minden. Hogy most elkezdenék a portugál piacról beszélni, akkor annak nem ne arról beszél, végem, mert ne a világon beszél. Mindent lehet kapni. Én azt hiszem, sokkal inkább kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen élményeket éltetek meg, amíg ott voltatok a táncegyüttes. Ja, a táncegyüttessel jártunk, de azt kell mondanom, hogy a nagy élmény számomra a portugál társadalomnak a folyamatosságát érzékelni, ez volt a legnagyobb dolog. Hát érdekes, hogy itt a vöröstekis forradalom sem változtatta meg igazán a kialakult hagyományokat. Ennek a forradalomnak a kompenzálása most, a jelszavak visszaszorítása szintén folyamatos dolgokat hoz. Ezek egy világbirodalom örökösei, nincs az időérzékük. Nem európai emberek, ugyanis az Atlanti-óceán partján laknak. Egy-két hónapra tovább hányodik a hajón számít. Ráérnek, harmonikusak, nagyon szeretnek ünnepelni. Fölvonulások és gálaműsorok jellemezték a néptánc műsort is, és természetesen egy óriási sikert arattunk. De ugye, a művészet történetük például olyan, hogy nem múlik el egy kor. Tehát majd Európában az van, hogy volt román, volt gótika, volt reneszánsz, meg bemegyek egy templomba és elájulok, mert gyönyörű a tér, és ott van a román, ott van a gótika, ott van a reneszánsz, ott van a morstílus, ott van az India, és nem tudom, hogy mi az, még végre a bédekre megnézem, hogy ez a Manuel stílus. Azaz mindent ötvöztek, mindent összegyűjtöttek, ez jellemzőként a konyhájukra is. Hogy jellemző az, hogy kétféle ezer eszkúzójuk van, meg kétféle száz eszkúzósuk van. Egyiket megmondták, kiadnak még egyet, azt nem vonják be, nem csinálnak azonnal költséget maguknak, majd elfogy, majd elfogjuk. Azt is mi adtuk ki. A pártoknak a harcaiba is van valami ilyen tisztesség. Jó lehet, nagyon kemény politikai reklámokat láttunk például, hogy a szocialistákat úgy is illetítják le, mert hogy a rendőr nem tudja, hogy vödör vízzel lehetni őket, és ezt abba hagyják az ördítást, meg a tüntetést. Szóval azt akarom mondani, hogy számomra az a tanulság, hogy mi mindig mindennek véget akarunk vetni. Azt mondjuk, hogy most akkor húzzunk egy vonalat. Aki eddig kompromitálta magát, az menjen a fenébe. Ami eddig volt, az mind rossz. Akkor mindent újra kell kezdeni. És ezek az újrakezdések, ezek az átárazások, ezek az új pénzkiadások, meg mindent
megnehezít az életünket, bonyolultabbá teszik. Azért megengedtek szót, mert hogyha úgy 45 körül nálunk nem húztak volna egy vonalat, akkor ma nem lenne mit eltörölni. Az a folyamatosság akkor is megmaradhatott volna, és akkor ugyanez nálunk is végre egy magyar világbirodalom lehetne. Valamennyien nagy élvezetre hallgattuk ezt a néhány percet, de sem csak néhány percet, mert én most arra kérem Andit, hogy őt hallgassuk, alkalmunkra, a túlsorról. Hát ugye Portugáliában elég nehéz eljutni innen Pécsről, de Orfűre nem annyira. Igen. És oda érdemes. Annál is inkább, mert az idén most már mondhatom, hogy harmadik alkalommal, tehát tradíciókat követve megy az Orfű Tósó programsorozata, és a tavalyi 9 napos egyhuzamban bemutatott programsorozattól egy picit eltértünk, mert az úgy tűnik, hogy nem vált be. Ugyanis minden nap az emberek képtelenek elmenni egy előadást megnézni. Színházba se úgy járunk, hogy minden nap megyünk, hanem mondjuk két hetenként vagy hetente, kinek milyen kedve van. Most hetente lesz. Most hetente lesz, és hogy egyszerűbb legyen megjegyezni a TV nézőinek, és úgy mondom el, hogy minden pénteken lesz program este 8-kor. Egyetlen egy kivétel van, ez pedig a július 29-e, tehát az EHO utolsó hétvége, amikor is szombaton jövünk össze. Akkor Zalatnai Saróta lesz a vendégünk, akivel egy beszélgetés lesz, és közben vagy utána néhány számot biztos el fog énekelni. Majd ezt követi a szintén most már hagyományossá váló jótékony célú futó, nem is verseny, inkább egy futó akció, amelyet zseblámpával futnak végig, és most csak egy tókör lesz, tehát durván 7 kilométer, 7-es. Ezt úgy gondolom, hogy a legegyszerűbb emberek, akik soha nem futottak is, ki fogják bírni. Valószínűleg egy 50-es lesz a beugró, hogy futhassanak, és a befolyt összeget egy pécsi jótékony célú fölajánlásra szeretnénk fordítani. Egy olyan intézetet kerestek meg a sportberkekben jártasok, akik ebben segítenek nekünk, ahol szellemi fogyatékosok, azt hiszem, hogy gyerekek vannak, és az ő részükre szeretnénk ezt a pénzt fölajánlani. Egy kis utalással az esőemberre is, aki ugye autista volt, és valamiféle olyan betegségben szenvedett, amelyből Magyarországon 16 ezeren vannak. Először arra akartuk ráirányítani egy kicsit a pénzt, illetve annak szellemében futni, de nem találtunk egy közösséget, az autisták közösségét, ahová ezt utalhatnánk, ezért maradtunk emellett. Na most, hogy azért valamit mondjak is konkrétumot, egy hét, most tegnap este a Molnár Dixielandben 4 órás koncertjét hallgathatta a közönség, 8-tól éjfélig, fantasztikus hangulatban. Pénteken, tehát a most követő pénteken, következő pénteken Zoránt látjuk vendégül, egy hét múlva Brody jön, utána, hogy említettem, Zalatnai Cini, augusztus 4-én vagyok én egy előadással, azt követően a Budapesti Szélrózsa együttes egy pantomimes fiúval, majd a záró program augusztus 18-án Bontovics Kati. Köszönöm, és a záró... Igen, egy kicsit későbbi eseményről, tehát te augusztus 1-át említettél? Hát most már 18-ánál vagy. 18-án vagyok, bocsáss, hogy itt most megakadt, szóltunk közbe, mert egy ugyanilyen nagy rendezvény, tehát egy nagyon nagyobb, ennél nagyobb rendezvény lesz. Mikor is pontosan? Szeptember 27-ig, ez egy nagy nemzetközi kongresszus, orvosok találkoznak. Hát is, is. Ez az egészséges városok mozgalomról van szó, ugye? Igen. Hogy áll most az előkészület? A szimpozium szervezése ott tart, hogy várjuk a jelentkezéseket. Egyelőre nem érkezett be még különösebb jelentkezés. Július 15 a határidő, de hát ebben állandóan csúszás van. 200-250 fő részvételére számítunk Európából és a világ szinte minden részéről. Hogy kerültünk mi bele ebbe a vérkeringésbe? Mármint Pécs? Hát 1986-ban indult az egészséges városok mozgalom Lisszabonban és vissza Portugáliába. Lisszabonban indult ez a mozgalom az első ilyen szimpóziummal, ahol Pécs, mint alapító tag az első 10 város között bekerült a mozgalom európai hálózatába. Ez annak volt köszönhető, azt hiszem, hogy Pécset olyan állapotkövető és szűrő rendszer létezett már akkor, amely a megelőzés nagyban szolgálta a betegség megelőzését, ami az egyszerű egészségügyi intézményeknél működik a Szilasi főorvos nevezetésével. És ő volt az, aki ezen a kongresszuson résztvéve Pécset képviselte, és ott megkaptuk a részvétel jogát. El kell mondanom, hogy illetve elnézést kérek, hogy nem mutattalak be rögtön a beszélgetésre. Én Döblázió Antónióval beszélgettünk,
ő a programiroda vezetője, és most a következő lépcsőfok ugye az az, hogy a megrendelésüket is beigazoljátok, hiszen küldétek, hogy várjátok sok szeretettel az ideérkezőket. Most ismét magas iratké lesz a szó. Könnyű neki, mert nincs itt. Nevet közvetlenszősége bűnik a bűtést, látom. Igen, mindez azért történik egyébként, mert borzasztóan szorít az idő, nézem az órámat, mennek a percek, ennek a percek, és még kérdésekre is kell válaszolni majd Andrásnak. Tehát nagyon röviden most akkor erről a kis plastikai biennáról essék szó, amin a héten jártál, és a filmanyagot is látjuk természetesen hozzá. A gazda kiállítási programból talán a kis plastikai biennálét nem véletlenül emeltük ki. Érdekes, hogy a figurális művek előre törtek a korábbiakkal szembe, és nagyon sok olyan művész, aki ezelőtt elsőbb a non-figuratív kompozíciókkal szerepelt, most már figurális művel van jelen. A most látható kép az bizonyítja, hogy sajnos a rendezés időnként kerti törpeként szerepeltette a szobrokat, így aki helyes nézőpontot akar keresni, annak nagyon mélyre kellett bugyulni, én ilyen mélyre nem mindig tudok. De a baranyaiakról beszélnék inkább. Colin Foster szobrait látjuk itt, ami azért érdekes, mert a baranyába falura került angol városi művész az itt talált kacatokat, ócskavasakat formálja figuráttá, tehát mindent, amit emberkéz alkotott, egy másik minőségbe tud emelni, és ezáltal nagyon érdekes hangulatokat teremt. Nem tudom, hogy mennyire látszik. A figuralitás mindenképpen Soltra Lemér festői érzékenységű plakettekkel szerepel évek óta nagyon eredményesen itt is, és más ilyen biennálékén. És Schrammel Imre, aki az egyik legnagyobb non-figuratív művészünk volt, most kifejezetten figurális kompozíciókkal szerepel. A világítás miatt nem látszik, ott hátul egy bikafejű alak volt, aki éppen szeretkezett. Kertészfi Ágnes filozófikus mélységű, döbbenetes két kompozíció, az egyik a civilizációs őr, ami ugye egy ilyen régi szikurátot mutat be, és mellette rögtön egy felrobbant civilizáció. Tehát a történelmi asszociációkat nyújtó egymás melletti dráma az eléggé felkavaró. Nagyon sajnálom, hogyha most le kell keverni, mert a biennál igazi fölfedezettjét nem fogjuk tudni bemutatni. A fiatalok közül ugyanis talán Böszörményi, itt a Fürtös Gyurinak a nagyon szellemes, humoros két kis kerámiáját látjuk, az alma és aki belé harap, amit bele rugdostak. Böszörményiről szeretném elmondani, hogy ez az első közös szereplése országos rendezvényen, és itt már kicsit lehet látni a szobrát. Muszáj arról beszélni, amit látunk, a Bencsik Istvánnak a Genézise, ami egy kisgyerek két új percének a felnagyítása és ennek a szegmentje. És pont az, hogy egy ilyen pici rész hoz ki, annyira érzékívű, érzékletessé teszi az egészet, azokat a pici szépséget tudja fölmutatni, amit egyébként nem látnánk meg egy nagy szobornál. Mellette van tanítványa a Böszörményekről, sokat beszéltem, aki borzasztó finom precizitással faragja meg ezt a siklósi sárga márványt, mondjuk csontok. A második az igazán izgalmas, ami egyszerre emlékmű, egyszerre szikár romantika és dekorativitás, és egyszerre konkrétum. Tehát megint egy ilyen dolog, hogy egy csomó művészet történeti értéknek az összegezését tudja ez a 20 éves fiatalember fölmutatni. Köszönjük, hogy látottál a vezetését. Nagyon röviden. Jöttek kérdések, én azt kérem, mondd is, egyet választ ki és válaszolj rá. Igen, megköszönöm mind az öt kérdezőt, és azt hiszem, hogy nagy részt ezekre a dolgokra válaszoltam, illetve a Sport Plus-ban a válasz elhangzik, például a labdarúgó szövetségi kapitány, stb. De van egy olyan, ami a 12751-es telefonról jött, és ezt úgy gondolom érdemes
pusztán két szoba megemlíteni, írt egy cikket a Horgász magazinban, amellyel bírálja a megyei horgász helyzetet, vezetés. Kinek üzent ezzel a cikkel, mit akart ezzel elérni? Én semmiféle cikkemmel nem akarok tulajdonképpen olyat elérni, ami lehetetlen. Én itt fölvázoltam egy helyzetet, amely az orfi tavakon keresztül úgy érzem Magyarországra is jellemző. Ugyanis ugye van egy kis tó, ahol akinek van engedélye leül, horgászik és általában keszegeket fog, nagyon ritkán nagy talat. Úgymond egy ilyen kis csöndes horgászás, peszázgatás. Van egy nagy tó, ahol a melós és úgy mindenki a plebs horgászhat, úgymond ez a tiétek. Van egy harmadik. Van egy harmadik tó, ahová a tanács, a párt és egyéb vezetők mehetnek be külön engedéllyel, hogy Magyarországon egy ilyen horgász rezervátumnak nevezett területet hogy lehet ma fönntartani, én erre egy választ szerettem volna hallani. Úgyhogy ajánlom nektek, ennek nézzetek utána, és van még egy tó, amellyel tulajdonképpen nem tudok nem egyetérteni, mert kell a valuta az országnak, ahol valutáit horgászhatnak a külföldi vendégek. Hogy ez most jogos, jogtalan, nem az indokom eldönteni. Leírtam, hogy van egy ilyen tény. Nem akarok vele senkit bántani, én is szeretek a parton ülni, ugyanakkor ha ott ülök, akkor gondolkodom, ez lesz a cikkből. Köszönjük szépen Nagy Vanga Andrásnak a választ, és köszönjük a műsorban való jelenlétedet. És köszönöm, hogy meghívtatok. És ezen elbúcsúzunk a pécsiektől, köszönjük, hogy velünk tartottak. Annyit megemlítünk még, hogy a két ajándék megmarad, már mint az ajándék két, az Agroket két ajándéka. Ugye várjál, mi még nem mentünk haza. Meg gondolom, hogy hétfőn is be lehet jönni. Igen, nem kaptunk helyes választ, legalább ide a stúdióban nem kaptuk meg a választadó nevét. Egy hét múlva rendkívüli adás lesz, tehát találkozunk jövő héten, szombaton reggel 7 órakor ugyanitt az egyesen. Viszont átlátásra és kellemes szép hétvégét kívánunk valamennyien, akik voltunk ma délelőtt. Önökkel együtt.